Sziasztok, a mai videóban leigazoltam a legdrágább játékosokat a Real Madridba. A Transfermarkt segítségével megkerestem minden poszt legdrágább játékosát, és az indulás előtt betettem a csapatba. A videó tétje, hogy az összes megszerezhető trófeából legalább 3-at gyűjtsek be az első szezon végén. Ha tetszik, amit csinálok, dobjatok egy hatalmas lájkot és iratkozzatok fel. Na és srácok, rakjuk össze a kezdőcsapatunkat, felállást fogunk változtatni. Átállunk a sima 4-3-3-as támadó felállásra. Elérkeztünk az egyik legfontosabb mérkőzéshez, hiszen az első trófeánkat már be is gyűjthetjük, méghozzá a Frankfurt ellen az UEFA Superkupa döntőjében. Az egy óriási labda, Mbappé. Egy az egybe a kapus ellen, Mbappé, és ott van a gól. Vinicius Junior 2-0. Hát ez nagyon easy. Mbappével 11-es lőhetünk, és ez talán be is megy. Így is van, 3-0, hát ezt innen már nem fogják elvenni. És megnyertük az UEFA Superkupát, srácok. Ezzel meg is van az első trófea ebben a szezonban. Közeledünk ahhoz, hogy teljesítsük ezt a kihívást. 10 forduló után jelenleg így áll a bajnokság, hát ahogy láthatjátok, 2 vereség és 3 döntetlen is befigyel. Gondolom nem lesz óriási probléma, hogyha most ugrunk egy picit az időben, mert ha nem, nagyon-nagyon hosszú lenne ez a videó. Megpróbáltam úgy alakítani a dolgokat, hogy a nagyon meccseken mi legyünk az esélyesek. A következő mérkőzés nagyon-nagyon fontos lesz számunkra, hiszen a Barcelona ellen fogunk játszani, méghozzá az El Clásicót. Jelenleg így áll a tabella, 14 forduló után 3 pont hátrányban vagyunk az Atletico-hoz képest. 26. perc, és a Barcelona jön egy szabadrúgással, és ezt valószínűleg ki is tudjuk innen fejelni. A második félidő elején viszont mi jutunk szabadrúgáshoz, az jó. Sehol semmi, jó, ott van, és belőjük a hosszúba, nagyon jó. És Courtois-val éppen, hogyha kiérünk, és így tudjuk megmenteni a seggünket, és 1-0-ra megnyerjük az El Clásicót. Nagyjából a szezon felé jutottunk el, és 4 pont előnyünk van az Atleticoval szemben, és hát itt nagyjából 4-5-6 pont hátrányban van még az 5. is, szóval nincsen olyan óriási különbség. Tovább jutottunk a csoportból első helyen, és ahogy láthatjátok, majd a Napolival fogunk játszani a legjobb 16 között. Egy nagyon fontos meccs következik, hiszen 3-2-re nyertük az első fordulót a Napoli ellen. Nézzük, hogy tovább jutunk-e a BL-ben, és tovább jutottunk a BL-ben. Eléggé meglepő egyébként, hogy a Barcelonát kaptuk a BL-ben, szóval ellenük kell, hogy valahogy tovább jussunk. És az első meccs az pedig döntetlennel zárul, szóval elég érdekesen fog zajlani szerintem majd még a második kör. A második meccset is élő szimulációval toltam, és úgy gondoltam, ha nagy lesz a gond, akkor közbeavatkozunk. És itt láthatjátok, hogy tovább jutottunk a Barcelona ellen méghozzá 3-2-es összesítésbe, ami nem olyan óriási különbség, de mivel a két csapat eléggé jó, ezért szerintem ez tök okés. Most pedig jött egy madridi derbi, hát remélhetőleg ezt is meg tudjuk nyerni, mert ez is egy nagy segítség lenne ahhoz, hogy megnyerjük a bajnoki címet. Az még talán jó is lehet, csak valaki segíteni Vinicius, nem is lenne baj, nem 5 védő állna rajta. Az baj lehet, az baj lehet. Jézus Mária. 1 pont így is sikerült az Atletico ellen szerezni, úgyhogy hát legalább nem kaptunk ki. Barszára vagyok kíváncsi, hiszen ugyanannyi pontunk volt. És Barcelona megelőzött, még 6 forduló van hátra a bajnokságból, szóval nagyon-nagyon rezeg a léc, hogy sikerül-e bajnokok legyünk vagy sem. 5 fordulóval a szezon vége előtt, ahogy láthatjátok, 4 pont hátrányunk van, és most jelenleg a Barcelonával fogunk játszani. Ha nyerünk, akkor 1 pont hátrányunk lesz, és nagyon-nagyon közel leszünk ahhoz, hogy megelőzzük a katalán csapatot, és jó lenne megnyerni ezt a bajnoki címet, mert hát nagyon szorul a hurok. És indulhat, srácok, a meccs. Ahogy láthatjátok, jönnek ki a játékosok a gyepre, és kezdődhet a párharc, mert ez nagyon-nagyon fontos a bajnokság szempontjából, pláne nekünk. Az jó. Az jó. És... És be kell lőni, ott van az első gól. 17. percben Vinicius Juniorral megszerezzük az első gólunkat, és hát így szerintem tényleg egy lépéssel közelebb vagyunk a győzelemhez. És jön is a beadás. Nem tudjuk kifejelni, ott van még, de hát ez nagyon-nagyon rosszul volt eltalálva. 53. perc, hát nem tudom, remélem, hogy ebben nem lesz azért semmi. Jó, jön a beadás, de Courtois lehúzza. 71. perc, és ezt most tényleg eldönthetjük. Mbappé. És begurítjuk, nagyon jó. Hát ezt testége nem tudta megfogni.
Mbappé 11-ese, és megvan a harmadik gólunk is, valószínűleg így a meccs 3-0-val fog zárulni, nem hiszem, hogy lesz még más helyzet. Hát azért a Barca otthonában ilyen meccset megnyerni nem olyan rossz. Egy lépésre a BL döntőtől, én most tényleg a játékra bízom. Remélhetőleg ott leszünk a döntőben, és ott leszünk a döntőben, srácok, 2-1-re megnyertük a második meccset is a BL-ben, szóval BL döntőt tuti, hogy fogunk játszani, méghozzá a Bayern München ellen. És ahogy láthatjátok, srácok, sikerült megnyerni a bajnoki címet, ez azt is jelenti egyébként, hogy meg tudtuk előzni és meg tudtuk tartani a Barca ellen 2-3 pontot, hiszen annyival előztük meg így a végén. Szerencsére a Sevilla is segített nekünk, hiszen a Sevilla megverte ugyebár a Barcelonát otthon, és így meg tudtuk szerezni a bajnoki címet, szóval még egy trófea sikerült a három közül, szóval még egy trófea van hátra, szóval jöhet a BL döntő, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog-e sikerülni megszerezni a BL trófeát. És jöhet a BL döntő, srácok. Ketté osztódott a stadion, az egyik fele piros, a másik fele fehér, ugyebár a Bayern és a Real két fő színe. Talán jobb, ha ezt a szabadrúgást Ødegaarddal lőjük, és megpróbálom kapura lőni. Nézzük, hogy fog sikerülni. Majdnem sikerült gólt szerezni belőle. Ezt tovább kell passzoljuk. Ez viszont nagyon jó passz. Vinicius Junior be kell lőni, és ott a gól. Megvan a vezetés a 35. percben, Vinicius Junior góljával 1-0 a Bayern München ellen. A védők közül kilépve Mbappéval futhatunk a kapura, és lehet, hogy belelőjük a kapusba, de nem, éppen hogy csak elment. Ez a vicc, hogy ebben a videóban nem is egy ilyen helyzet volt, hogy belelőttem a kapusba, sikerült úgy eltalálni a labdát, hogy bement. Újabb támadás, Ødegaard, nagyon jó, még mindig nálunk a labda, Rodrigo. Az be kell húzzuk középre. Nem jött össze a fejes, viszont még mindig nálunk marad. Az még lehet, hogy jó is, de sajnos beálltak Mbappé elé, és így elveszítettük a labdát. Óriási lehetőség a Bayern előtt. Osimhennel futunk vissza, de hát nem biztos, hogy ő a legalkalmasabb játékos a védekezésre. De szerencsére Ødegaard jó helyen állt. És megnyertük a BL címet is, szóval mind a három trófea, amit minimum célként kitűztem a videó elején, az mind sikerült, szóval már a játékosok, ahogy láthatjátok, befutottak a pályára. Ha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen tapossátok szét a lájkot is, iratkozzatok fel, mert a nézőim nagy része nincsen feliratkozva. Nem olyan rég indítottam el a TikTok csatornámat, ahova minden shorts videó hamarabb kerül ki, mint YouTube-ra. Ha szeretnél, ott is követhetsz. Legközelebb találkozunk, én Lehel voltam, és sziasztok!